Sziasztok, Charlie vagyok, ez itt pedig az e-cigi tesztek. A mai videóban nem egy, hanem három termékkel fogunk igazából megismerkedni, viszont ez a három termék ez egy gyártótól származik, ő pedig a D-Codes. Ez nem más, mint Daniel, a kis satnya, és a telefonos. Hogyha így tudjátok megegyezni, egyébként Dani, Tiny és Telegonosz. Nem gonosz, hanem telegonosz. Amit tudni kell róluk, az mondjuk kezdjük el sorrendben a legnagyobbtól a legkisebb felé. A Dani. A Dani három méretben létezik, és méretben, na majd mindegy, beszélünk a méretről később. Tehát 18-350, 18-500 és 18-650. Ami most a kezemben van, ez a 18-500-as, és úgy, mint a Provárinál, ez egy 650-es extension cap, tehát ezzel a 18650-es aksi belefér. Nézzük meg, hasonlítsuk össze egy provárival akkor. A betyár mindenit. Másfél centi. Jó, kicsit majd megnézzük közelebbről is. Következő a Tiny. A Tiny a középső darab. Így néz ki, mellé rakom a Danit is. Egy picit hosszabb, egy picit vékonyabb. Ez egy 16-650-es cellával működik. Itt van, mellé rakok egy 18-650-est. Hosszra ugyanaz, átmérőre más. És annyit kell tudni róla, hogy ez csak augusztus végén lesz forgalomban itthon, végétől. És akkor ott van a telegonosz, biztos azért gonosz, mert olyan pici. Mihez tudnám hasonlítani? Hát, mindenki ismeri a méreteket, itt a provári. Ez is durván rövid. És ebben egy darab 14-650-es, tehát 14-650-es cella található, illetve azzal üzemel, és így látja el a funkcióját. Nézzük meg akkor őket közelebbről. Beszéljünk egy kicsit a menürendszerről, a struktúrájáról, mennyire nehéz, bonyolult, könnyű, hogy tudjuk használni, aztán kimondjuk a verdiktet. Nézzük akkor először a számomra leginkább kívánatos méretű darabot, ő lenne a Dani, abból is az M-es, tehát a 18-500-as. Így néz ki a dobozában. Ezt félre is tesszük, és amint látjuk, ez az a 650-es extension cap, ami ugye méretében tudnám hasonlítani a és kialakításában a provárihoz, tehát ugyanúgy ilyen mélyen ülő csésze, és az alján ott van a rugó. Ezt visszatekerjük egy picit. Itt láthatjuk az alján a feliratot. Powered by Wilms Design, illetve Powered by D-Codes és Wilms Design. Azt tudni kell, hogy ez a D-Codes, ez egy fantázia név, és elsősorban nem ezekkel a termékekkel foglalkoznak. Elektronikákat forgalmaznak orvosi eszközökhöz, illetve
a szónak a rövidítése is annyit jelent, ugye, hogy di, mint digitál, a CO az a controlled, és az utolsó három az DE, mint devices, tehát a devices, mint devices. Így jön ki, hogy decodes. Egy darab német nyelvű weboldaluk van, és számomra az sem igazán használható, maximum a Google Translate-tel. Én sajnos nem beszélem a német nyelvet, de ők forgalmaznak elektromos cigarettától a nyomtató patron rezeterig mindenféle dizájnórát, tesztkészülékeket, szóval amiben elektronika van, azzal ők foglalkoznak. Ebből ez sült ki. Igazából, ha tovább megyünk, akkor itt látjuk lent ezt a kis logót, ami engem arra emlékeztet, Gergővel pont erről beszéltünk múltkor, nem tudta kitalálni, hogy mi ez. Engem ez arra emlékeztet, ami régen volt a szénbányákban, ugye egy nagy lift, amit egy gőzgéppel hajtottak meg, a működését azzal oldották meg. Ez engem arra emlékeztet, lehet, hogy mást szimbolizál, ez valahogy így ragadt meg bennem. Tovább megyünk, akkor látunk itt egy kis gombot, aminek a felső része az egy picit le van csapva, tehát nagyon, nagyon picit lóg csak ki a készülék szintjéből, ha látjátok, és a nyomása is roppant finom. Itt van még egy kijelző, egy 5-10 csatlakozó, és ott fönt látjuk, hogy X és a sorszám, ez az X, ez az extrém lenne. A készüléket, hogyha szétszedjük és beleteszünk egy cellát, akkor rögtön életre is keltjük. Előtte azért nézzük meg még egyszer a méreteket. Tehát itt van mellette a provári. Ennyivel rövidebb. 18650-ről beszélünk, akkor tegyünk mellé mondjuk még egy I-t is. Tessék, ennyivel rövidebb. Na, ha ezzel megvagyunk, akkor nézzük meg a menü struktúráját. Ugye azt látjuk, hogy két darab 7-szegmenses kijelző van benne. Itt látjuk is, és azt is, hogy ez a narancs színű verzió. Picit megnézem a... Kicsit furán látszik nálatok majd a kijelző, ahogy vibrál, de higgyétek el, az életben nem ilyen. Ezzel az alsó gombbal tudjuk ugye a menüt is, ugyanúgy, mint ezeknél az egygombos készülékeknél elérni. A menü struktúrája. Na, belépünk a menübe, egy gombnyomással egyet tovább lép. Haladjunk sorban. PU, azaz Power Up. Ez nekem most 12 watton volt. Ez beállítható úgy is a készülékben, hogy 1 wattos lépésekben, és úgy is, hogy fél wattos lépésekben haladjon, illetve léptessük föl vagy le. Ha elérjük a korlátot, ami jelen készüléknél a, mármint hogy ennél a Daninál ez 20 watt. Ha elérjük a korlátot, akkor utána újra kezdi lentről. Nézzük meg, 1-2. Belépett, egyet nyomunk, és ugyanúgy, mint az I-nál, minden két digites értéknél ott van egy pont utána, illetve itt az egy digit is úgy van, hogy 0808 pont. Tehát a pont szerepel ott, akkor az mindig az egész 5-öt jelenti, tehát 15,5, 16, 16 fél, 17, 17 fél, 18.
Ugyanezen a szisztémán alapul a power down is, a következő menüpont, illetve hogyha ezt folyamatosan nyomva tartjuk a gombot, akkor ő szépen folyamatosan lépteti le. Hogyha megnézzük, akkor most próbáljuk meg a fölfele 16, 17, 19, 20, és átugrott ugye az 5-re, tehát körbeért. 12, 13 fél. Következő az a segítségül hívok egy kazánt, amit rá is tekerek. A következő lesz a CO, az a check ohm, nem tudom mennyi látszott, 0,9 ohm. Tehát megmértük a kazánunk ellenállását is. Hogyha a kazán ellenálláson túlléptünk, akkor azt is kell tudnunk, ugye, hogy körülbelül 2% a hiba határ itt a mérésnél. Ez azt jelenti, hogy durván 500 ohm plusz-minuszban, amit a készülék tud tévedni. A következő menüpontja az a CO után a CB lesz. Megmérjük, 4,1 volt az akkumulátornak a cella feszültsége. És itt nem az üres járatit mutatja, hanem a terhelés alatti feszültséget. Azt is megfigyelhetitek már, a negyedik menüpontnál járunk, hogy sosem az elejéről indul újra a menüpont. Tehát amikor mi belépünk a menübe, mindig a legutolsó menüpontnál folytatjuk. Tehát, hogyha most én belépek a menübe, megint azt kell látnom, hogy CB. És valóban így is van. Tovább lépek, ez az SB, azaz itt tudjuk konfigurálni, hogy az elemünknek, az akkumulátorunknak mi legyen az alsó feszültsége, aminél ki fog kapcsolni. 2,5-től állíthatjuk 3,5-ig. Én ezt 3,2-re állítottam be magamnak, ez így szerintem jó. És a következő menüpont, az egy ilyen menüponton belüli menüpont lesz. Bocsánat, ez még az SO, ez nem az volt, ez a switch off. Tehát itt megjelenik a két pötty, és kikapcsol a készülék. Újra bekapcsoljuk. És ez az EF az, ami után megjelenik két darab nulla, és amikor a két darab nullát látjuk, és megint megnyomjuk a tűzgombot, akkor elkezdenek a digitek körbe-körbe szaladgálni. A kiterjesztett menü, ugye most már abban vagyunk, innen nem fog kilépni, hogyha itt tovább lépünk, akkor kiírja, hogy LU. És most már, ha ezt így folyamatosan nyomjuk körbe-körbe, akkor már az almenüben, tehát folyamatosan az almenüben lépünk, nem lépünk ki belőle. Most az egyik névéletlen meg is álltam. Belépünk. LU. És akkor nem tudom mennyire adja vissza. Itt a kijelző fényerejét tudjuk az egyes szintől egészen az ötösig állítani. Én ezt egyesen hagytam, mert ötösön már borzasztó vakító tud lenni éjszaka. A következő menüpont az... Bocsánat, túlmentem. EF. Az az ST lesz, az a switch off time. Itt be tudjuk állítani, hogy hány perc után kapcsoljon ki a készülék. Be tudjuk állítani 1, 5, 10, 15, 20, 30, 60, 90 percre. Én ezt 1 percen hagyom, később majd elmondom, hogy miért. Hogyha tovább megyünk, akkor 1, 2, hát megint. Tovább megyünk, akkor az OC-nál meg fogunk állni.
Az OC pedig nem más, ennyiszer kell megnyomni, hogy bekapcsoljon a készülék. Hogyha beállítottuk, én beállítottam ugye, hogy egy perc után kapcsoljon ki, tehát egy ilyen alacsony energiafogyasztási szintről teljesen kikapcsoljon. Ezzel, hogy ezt beállítom az OC-t szintén egyre, azt érem el, hogy viszont kikapcsol a készülékem, de ahogy megnyomom a gombot, újra bekapcsol, és rögtön izzít is. Ez egyébként, tehát egy ilyen 0,2 másodpercet képzeljünk el, tehát hogyha 0,2 másodpercnél tovább van nyomva a készülék. Hogyha valaki attól fél, hogy a zsebében izzítana, az nyilván ezt följebb veheti, és akkor nem egy, hanem 2 vagy 3 klikre tudja bekapcsolni a készüléket. A következő menüpont az a... Mindig tovább megyek. Az az AC. Ez pedig az Activation Click, azaz hány gombnyomás kell ahhoz, hogy belépjünk a menübe. Egynél nem jó, mert ugye akkor izzítjuk a kazánunkat, 5 az olyan egós, úgyhogy én ezt 2-re állítom, és hogyha elmenti, akkor utána 1-2, és már benne is vagyok a menüben. A következő az a CT lesz. A CT-nél tudjuk beállítani, hogy milyen hosszan, milyen hosszan látszon az, amit látunk a kijelzőn, milyen gyorsan mentse el. Tehát, hogyha most én ezt beállítom 3-ra, akkor utána azt kell látnunk, hogy amikor mondjuk belépek a menübe, akkor utána hosszan fog a kijelzőn bármi is látszani, gyakorlatilag elmentődni a dolog. Nézzük, csak meg belépek, 1-2, nem csinálok semmit, ennyi idő volt. Próbáljuk ki még egyszer. 1-2-3 másodperc. Állítsuk ezt át. Most milyen jó, hogy ugyanonnan folytatja, tehát ezért jó ez a menü. Most egyre állítottuk. 1-2, és már annyi se. Tehát jó egy másodperce rövidebb, és most egy dupla menüről beszéltünk. De leginkább ezt mondjuk, nézzük itt lehet látni. Tehát mikor teljesítmény állítanánk, és most lejjebb veszem, paf, és már el is mentette. 2-3-4. Belépünk a menübe. CT, ugyanott folytatjuk. Én ezt most középállásra veszem, az érték az nekem teljesen jó volt. Következő menüpont, azaz EF-en belül, az EC. Ez az error control volna. 0 vagy 1 értéke lehet. A nullánál le van tiltva gyakorlatilag, és nem fogja kijelezni mondjuk, hogyha túl magas vagy túl alacsony a kazán ellenállása. Hogyha ez 1-esre van állítva, akkor pedig kiírja a hiba üzeneteket a kijelzőre. Én ezt hagyom 0-án. A következő a HO, az a half watt step. Tehát a fél wattos lépéseket engedélyezzük-e, vagy sem. Hogyha 1-es, akkor engedélyezzük, ha 0, akkor nem. Most ezt 0-ra állítom. Megnézzük a power up, és lám, már nincsenek fél wattok, csak egész wattos lépések. Visszaállítjuk. Visszaállítjuk 1-esre. Rossz menübe léptem. Power up. És már megint fél wattos lépések. Remek. A következő menü, az szintén ugyanígy a kiterjesztett menüben van.
és ez az SA menüpont lenne. Ez az SA, ez is 0 és 1. Kétféleképpen tudja ellenőrizni a kazánunknak az ellenállását. Egy, hogy is fogalmazzam szépen magyarul, van egy AC measurement és egy DC measurement rész. Ha ezt egyre állítjuk, akkor 50 kHz-cel méri meg a kazánnak az ellenállását, hogyha nullára, akkor pedig 200 kHz-cel. Most ezt átállítom egyre, és elvileg akkor, hogyha ide megyünk a CO-hoz, és nyomva tartjuk a gombot, akkor folyamatosan méri a kazánunkat, és látszik is, hogy szépen 0,9 és 1 ohm között ugrál. Ezt én most visszaállítom. A következő menüpont pedig a legutolsó az EF-ben, azt nem szeretném használni, az az SD, tehát a Set Defaults, az alapértelmezések visszaállítása lesz, azt én nem nyomkodnám el, mert elállítgattam már ezeket. Annyit érdemes tudni, hogy az alapértelmezés az például fényerőben a 4-es, a kikapcsolásnál 60 perc, 5 gombnyomásra kapcsol be, egy rövid gombnyomással tudunk menübe menni, a leglassabb a menünknek az elmentése is, a kilépés belőle, le van tiltva az EC üzemmód, tehát amit az előbb beszéltünk, hogy az error, tehát a hiba üzeneteket kiírja nekünk, a félwattos lépések szintén ki vannak kapcsolva, és az AC, tehát a váltakozó áramú, ez se jó így, hogy az AC measurement, ez 200 kHz nem lineárisra van állítva. Rendelkezik a készülék egy véletlen izzítás elleni védelemmel is. Nézzük ezt meg. Húsz másodperc volt, és kiírta, hogy F7. Innentől kezdve, ha megnyomnánk a gombot, nem történik semmi. Ugyanis be kell lépni a menübe, és az F7-nél, mikor kiírja, gyakorlatilag, itt ha megnézzük, az EF után, bocsánat, beléptem a menübe, az EF után kiírja, hogy F minusz. Mindig oda írja ki a hiba üzeneteket. Ha nekünk bármi hibánk van, akkor oda fogja kiírni, és hogyha be akarunk lépni a menübe, azzal fog nyitni. Amíg azt nem hagyjuk jóvá, hogy olvastuk gyakorlatilag egy gombnyomással, azzal töröljük a hibakódot, addig nem fog még egyszer véletlenül ráizzítani a történetre. Azt szépen látszik a készüléken, hogy ezzel a 22 mm-es kazánnal tökéletesen mutat, és az előbb, illetve a videó elején mutattam is, hogy még ezzel a, illetve úgy mondom, az extenderrel, tehát a 18500-as cső, a 18650-es extension cap-pel rövidebb lesz, mint a 18650-es, én ezt a verziót javasolnám mindenkinek. Ez így kisebb a Provarinál, kisebb a Ájnál, sok-sok-sok készüléknél kisebb, így ezzel a setup-pal. Sorszámozva van, ugye azt néztük az előbb, illetve azt is mondtuk, vagy ha nem mondtam, akkor mondani akartam, hogy maga a készülék az 0,7
és egy gyóm között maximum 15 watttal dolgozik, és egy gyóm felett max 20 watttal dolgozik. Viszont ez a készülék lefelé is szabályoz a DNA-val ellentétben. Ami még nagyon fontos, nem csak ennél, hanem az összes többi készüléknél is, az a garanciaidő. Ezek a készülékek nem fél év, nem egy év garanciával, hanem kettő év garanciával kerülnek a forgalmazóhoz. Nem tudom, mond-e bárkinek is bármit ez a két év. Sokan panaszkodtak az ájnál, hogy miért annyi a garancia, amennyi. Ennél már ilyen panaszra sem lehet ok, hiszen azért az a két év az nem kevés. Ezzel a készülékkel, ha megvagyunk, el is rakhatjuk. Nézzük a következőt, ami a Tiny fedőnévre hallgat. Roppant pici, hát ahogy mondtam, ebbe 16 650-es, és akkor most meg tudom mutatni, hogy jól lehet látni itt a képen, hogy ez egy 18 650-es, ez a 16 650-es cella, látszik a különbség. A előzőhöz képest, tehát a Danihoz képest annyi csak a változás, hogy ez a készülék 18 wattot tud, de egyébként teljesen ugyanaz. Itt, amit láttok, ez a... Megpróbálok közelebb menni. Ott az a 0000. Ez azért ennyi, mert hogy ez még annyira nincsen forgalomban, hogy az is csoda, hogy itt van a kezemben. Ez majd valamikor augusztus végén, ahogy említettem. Tehát addig kitartás, és rakjuk vissza a dobozba. Nem kell félni, ez is lesz. És akkor itt a legkisebb tesó, a Telegonosz. Ez egy ilyen pindurka, tegyük már mellé, egy ilyen pindurka készülék 14-500-as aksival. Az most ne tévesszem meg senkit, hogy erre 13-340 van írva, ez egy 14-500-as aksi, ilyen pici akuval is lehet jampeckodni. Ezt berakjuk, azért itt van anyag, tehát nem sajnálták a készülékből, ugyanazzal a felirattal mind a három alul. Összetekerjük. És ugyanúgy használjuk, mint az előző kettőt. Annyi a különbsége, hogy ez a pici készülék, hát idézőjelben mondjuk, hogy csak 16 wattot tud, és hogy csak piros leddel kapható. Egyébként nekem ez a LED szín tetszik idáig a legjobban a készüléken a három közül. Ehhez nincsen hosszabbító, viszont létezik 14-650-es méretben is. Tehát ez az 500-as, és van ebből 650-es méret is. Nézzük meg akkor távolról. És hogy egy megfelelő méretű kazán is legyen rajta, mert úgy az igazi, ha valamivel össze tudjuk lőni. Mondjuk ez így, ezzel a felállással egy
egy GP-szferoid kazán ezzel a készülékkel, igazán kompakt kis ketyere, ha még ezt így mellé teszem. Nincs ebben semmi hiba. Szerintem egyébként ez, most ha azt mondom, hogy csajos konfig, akkor nem fogják pasik venni, de szerintem ez azoknak a csajoknak pont ideális lehet, akik valami kis vékonyat keresnek az egó helyett, ami jóval többet tud. Egyébként ennél is itt a fönti részen látszik, ott 2 óra környékén a sorszáma 24.12, nincs ebből még annyi. Tehát ennyit tudnak ezek, és akkor összeraknám az Orgona Sheep szettet. Tehát Telegonosz, Tiny, Dani. Felülről. Megvolt a Monstre set bemutató. Vegyük most akkor sorjába, illetve hát a középsőt. Én nem használnám a Tiny-t, mert most pont nincs valami hasonló méretű kazánom, de akkor mutatnám még egyszer. Itt a Telegonosz egy GP szferoiddal és piros leddel, 16 watton pirickázva. Volt valami hiba vele? Nem. Ahhoz képest ez már jóval ducibbnak tűnik. Az a baj, hogy nincs nálam olyan, ami megfelelne az általa támasztott követelményeknek, de úgy a méret szempontjából, hogy hogy néz ki rajta, meg tudom mutatni. Tehát így néz ki a Prométheijjel, ami szintén kopra 22 mm. Viszont van rá egy Typhoonom most, ami 1 mm-rel nagyobb, tehát oldalanként 0,5 mm, viszont ezt legalább meg tudja hajtani. Méghozzá nem vagyunk durvák 10,5 watt. Ezzel végképp nincsen gond, pláne hogyha mondjuk szegény Typhoont mellé állítom az Eye-t, alig nagyobb a GT-vel, mint maga a készülék. Ugye, amit mondtam, a Dani 3 méretben rendelkezik, S, M, L, 350, 500 és 650. Én azt mondom, hogy a Dani legjobb konfigja, ugyanúgy, mint a Provárinál, megvesszük a 18-500-ast, az M-est, és arra megvesszük az Extension Cap-et a 650-es aksihoz. Árban picit ugye így drágább, mert az extension cap-et külön meg kell venni, viszont így rövidebb lesz, mint hogyha a 650-es verziót vennénk meg, mert ott egy vastag fénypogácsa az alsó, és nem ez a besülyeztett, kiterjesztett kupak, vagy kiterjesztő kupak, vagy mit tudom én, mi a magyar neve ennek szépen. Itt már azért kicsit szabadabb az ember fantáziája, tehát hogyha nem piros leddel szeretné, hanem mondjuk zölddel vagy narancssal,
az is jó választás lehet, illetve itt ki tudja választani. Én azt mondom, jó a narancs is, Gergőnek tetszett, nekem inkább a piros minden méretben az, ami bejövős történet. Majdnem elfelejtettem mondani, de majd úgyis megemlítem, a középső tájni még soromban. Nézzük meg a 4-0. De semmit nem mond ez most gyakorlatilag. Annyit tudok mondani, hogy tegnap ezt a készüléket direkt egy zsírúj aksival rátettem, vagyis hát beletettem a készülékbe reggel, és estig szívtam, amíg haza nem értem, az azt jelenti, hogy olyan 8 óra magasságában értem haza. Tehát reggel 6-tól 12, 13, 14 órán keresztül ezt szívtam folyamatosan, és 3,7 voltra. Jó, tudjuk, hogy mindig 3,7-ig szépen lassan, ott egy picit megáll, majd hirtelen zuhan, de 3,7 volton volt az aksi terhelés alatt este 8 órakor, 14 óra, nem azt mondom, hogy folyamatos használat, de napi használat után. Akinek esetleg ez a készülék valamire emlékeztet, az mondjuk azért lehet, mert ez a gyár csinálta anno a Pipeline Pro szériát, ami kopra méretre, kinézetre ugyanígy nézett ki, csak más volt a logója, ott egy felirat volt itt, hogy Pro Pipeline. A gombja, a kijelzője, a menüje, minden ugyanez volt. Van olyan fórumtárs is, akinek olyannya van, és örömmel használja. Nagyon jó kis készülék. Vissza se adom. Na, hát azért csak rátekerem a középsőre is a Typhoon, nem lesz szép, de legalább látjuk, hogy működik. És lejjebb veszem picit, ezt is 10,5-re. Működik. Jó, értem én, hogy bután néz ki, csak a mihez tartás véget, hogy lássátok ezt is üzem közben, és nagyon jó egyébként, az összesnél azt vettem észre, hogy az ujjammal szépen ide a kijelzőbe belenyúlok, a hüvelyk ujjammal nyomom a gombot, alsó kis ujjal támasztom a modot, és tökéletes. Leteszem ezt, és ugyanezt a kicsivel, itt fordítva, alulról támasztok, fölülről nyomok. Jó. Ez a készülék, mármint hogy a Tiny, 18 wattot bír maximum, tehát ez a plafonja. De ha egy ilyen normál kazánt akar az ember megsederni vele, ami jelen esetben, mindjárt megnézem, hogy mennyi. Egy ohm, akkor azzal nem lesz semmi problémája. Váltsunk vissza a legnagyobbra. Ne értse félre senki, Dani, a számban. Ja, közben véletlen átmentem menübe. Na, tehát akkor, hogy legyünk képben.
Még egyszer. Sokszor fogjátok hallani szerintem ezt a három nevet. Telegonosz 16 watt. Egy szín. Tiny 18 watt. Dani 3 méret. S, M, L. 18350, 18500, 18650, 18500-hoz extensionke, és ez 20 wattot tud. Három fajta? Zöld, piros, narancs. Igen, három fajta színű kijelzővel, mindegyik két év garanciával. És mivel be tudjuk állítani mind a három készüléknél, hogy automatikusan kikapcsoljon X idő után, ezért azt a milliwattokban mért teljesítményt is, illetve borzasztó pici ampert, ami ezen átrohanna csak azért, mert ilyen standby üzemmódban van, azt is ki tudjuk kapcsolni, ezáltal egy ilyen tökéletes zenbe kerül a készülékünk, és ha úgy állítjuk be, hogy egy gombnyomásra utána bekapcsoljon, akkor bekapcsol, és már izzít is a szánkban. Tehát erre is azt mondom, hogy ez is egy nagyon jó funkció, amivel szintén az üzemidőnek a javára tudjuk termelni az üzemidő javára tudjuk használni a készülékünket. Hogy kiknek javasolnám? Csajoknak, ez pont a Visionnél rövidebb, ahogy a Spinnernél, az Ego 1100-1300 méretében van, tökéletes, pláne egy ilyen kis szferoiddal, vagy valami hasonló méretű kazánnal. Tiny, állatorvosi ló, nem tudom hova tenni, minden esetre, aki mondjuk ilyen napi egy doboz cigarettát durrantott el, azt szerintem ezzel bőven nyugodtan elindulhat. És azok a normál, hardcore, az elektromos cigarettát kedvtelésből űző és technokrata emberek, akik szeretnek választani a konfigok között, hogy milyen színű kijelzőm legyen, milyen aksi véggel legyen, és a többi, és a többi. Na, nekik javaslom ezt. Nem mondom egyébként, hogy csúnya rajta a GT, fél-fél milliméter, na, hát ez van. Nem tudok most olyan kazánt, ami megfelelően magas ellenállású, és még méretben is passzolna erre. Na, megint kikapcsoltam. Mindjárt megnézem az árát, mert ott még lehet egy kis zavar az erőben. Igen. Az árak. Tehát úgy néz ki, hogy a Dani Extreme attól függetlenül, hogy milyen méretben, tehát 18350, 500 vagy 650, mindenféleképpen 58.000 pár száz forint, 59.000 forint. Hogyha a Telegonoszt nézzük, ezt a pindurkát, akkor ez 47.500 forint, tehát gyakorlatilag egy 11.000 forint van a kettő között. A Tiny-nak még jelen pillanatban nem tudjuk az árát. Ahhoz, hogy úgy tudjuk használni a készüléket, mint ahogy én használtam most, ahhoz kell ez, ugye, amit mondtam, ez az extension cap, ez a hosszabbító kupak, ez 7800 forint, tehát hogyha úgy döntünk, hogy megvesszük az MS méretet és a hosszabbító kupakot, hogy ilyen pirinyó legyen, akkor még ezt az összeget rá kell szánni, tehát ennyi lesz pluszban, vagy használjuk a 18500-as aksival, az sem vészes.
Pozitív, negatív. Vegyük úgy az egészet. En bloc. Alles zusammen. Negatív, azt próbáljunk keresni, és akkor azt egyszerűbb lesz felsorolni utána a pozitívumot. Negatív lehet. Hát, a menüje egy kicsit szokatlan lehet azoknak, akik mondjuk V-maxon, Z-maxon, meg mindenféle ilyesmi szocializálódtak ilyen egygombos történeteken, mert ez nem olyan, mint azok, hogy kilép a menüből, és utána tak-tak-tak nyomja az ember újra, és fejben tartja, hogy mit tudom is én a négy gombnyomással a menüben eljutok oda, hogy kikapcs. Itt az van, hogy ahol legutoljára hagytuk, onnan fogja folytatni. Tehát ez némi megszokást igényel. Bár teszem hozzá, én is nagyon utáltam ezt az elején, ezt a feature-t, és most mégis egyre inkább úgy érzem, hogy kézre áll, mondjuk azt hiszem valami másfél hete használom a történetet, és egyre jobban tetszik így a sztori. Ami még negatívum, és ez tényleg az, lehet, hogy nem állítható a középérintkező egyik modell esetében sem. Akkor lehet ez probléma, ha olyan kazánunk van, aminek nem lehet állítani a középérintkezőit, és esetleg nem ér hozzá a pozitív érintkezőhöz. Egyébként most mit mondjak, GT, a Kaifun, a Signstar, minden olyan kazán itt a közelemben, aminek lehet állítani annyira, hogy hozzáérjen. Tehát ilyen probléma nem lehet vele. Negatívum továbbá. Mi lehet még negatívum? Én nem tudok több negatívumot felsorolni. A pozitívumait vegyük akkor most sorban. Mindenki meg tudja találni ebben a mini portfólióban azt, ami neki tetszik. A csajos rohangászóstól, a munkahelyen használóstól, az egész napon használósig. És tényleg olyan, mint hogyha mondjuk ez csajos lenne, hiszen ez egy kicsivel kevesebbet tud teljesítményben, mint a testvérei. Mindegyik ugye 16-18-20 watt. Nem is biztos, hogy ehhez a kicsihez kell mondjuk olyan tekerés vagy kazán, amit ilyen watton kéne használni. Tehát szerintem ez pozitív, hogy mindenki meg tudja lelni a számításait. A gombja az kényelmetlenebbre számítottam, és mégis nagyon kényelmes. Ugye nem az a teljesen domború, nem úgy kell elképzelni, mint mondjuk a... Nehezen jönnek az agyamra mostanában, sok időt töltöttem már a kamera előtt. Mint mondjuk a Hanának a gombja, tehát nem az a dóm alakú, nehezen kattanós, és ezért egy idő után, ha nyomja az ember, akkor kényelmetlen gomb. A teteje egy picit le is van csapva, és a nyomáspontja is nagyon kényelmes, kézre áll, és mondom, tehát, hogyha a hüvelykujjal a kijelzőt támasztom, úgy is jó, ha a hüvelykujjal nyomom, és a mutató ujjamban a kijelzőn, úgy is jó, minden méretben jó ez így. Még pozitívum, a 2 év garancia. Sok más gyártó van, akik egy évet adnak, illetve az a normális, hogy egy évet, meg fél évet, hát a fél év nem normális, ezért mondom, hogy ez mindenféleképpen dicséretes történet. Mi lehet még pozitívum? Én gyár megnézem a listámat, hogy semmit ne hagyjak ki. Igen. Nekem például nagyon tetszett, hogy a teljesítményt be tudjuk állítani, hogy milyen lépésekben. Aki nem használ sose fél wattokat, mert fölöslegesnek tartja, az szépen kikapcsolja ezt a menüpontot, és akkor
4-5-6-7, na nem 4, hanem azt mondom, hogy 5-6-7-8-9-10, és már végig is darálta oda, ahova kell, nem kell azt nyomogatni neki kétszer annyit, hogy minden fél wattot tovább ugorjon. Mi van még, ami pozitív? A Dani mérete 22 mm, tehát a legtöbb kazánnal azzal tökéletes egységet tud képezni az átmérő tekintetében, és nagyon egyben van a készülék így. Pozitívum még, hogy be tudod állítani, hogy mikor kapcsoljon ki. És az nem azért jó, mert folyton be kell majd utána kapcsolnod, hanem mert azt is be tudod állítani, hogy hány gombnyomásra kapcsoljon be. És hogyha te beállítod, hogy kapcsoljon ki egy perc után, és utána az első gombnyomásra kapcsoljon be, akkor gyakorlatilag azt éred el, hogy még standby üzemet sincs, illetve hát egy percre lerövidíted, és ezáltal még jobban kíméled az akkumulátorodat, még több üzemidő fog a rendelkezésedre állni. Megint kikapcsolt, és ez nincs bekapcsolva abba. A szöveges részhez majd be fogom írni, most nincs előttem a papír, de az biztos, hogy meg is lepődtem rajta. A Daninak a legkisebb a nyugalmi áramfelvétele az általam ismert modok közül, és ezt ki fogom hangsúlyozni. Ez is azt támasztja alá, amit az előbb mondtam, tehát az üzemidő, az üzemidő, az üzemidő. Úgyhogy mindent egybevetve, az ára picit rémisztő lehet a sztorinak, de csak bele kell gondolni, hogy mennyibe kerül egy Provari, vagy mennyibe kerül egy Typhoon Eye, azok is 60-70-80 ezer forint környékén vannak. Ez még az alatt is van, és mégis ugyanazt a szintet képviseli. Nagyon jól kustomizálható a készülék, mindenki a saját szájízére tudja szabni, akár a színek tekintetében, akár a kijelzés tekintetében, akár a kikapcsolási küszöbérték tekintetében. Úgyhogy nem is olyan drága az a készülék, amit mi annak gondolunk, el kell helyezni egy képzeletbeli vonalon, ahol az egyik oldalon van mondjuk a Provari, a másik oldalon van mondjuk az Eye, és a helyén kell tudni kezelni. Tehát ne azt nézzük, hogy megvehetünk egy Vamót, nem tudom én, 10 000 forintért, vagy ne azt nézzük, hogy használtan megvehetünk egy Z-Maxot bárkitől mondjuk 11-2 000 forintért, hanem azt nézzük meg, hogy ebben egy saját fejlesztésű elektronika van, amire 2 év garanciát adnak. Ilyen kiépítésben ez ennyibe kerül, és rögtön megtaláljuk a helyét ezen a vonalon, és a partnereihez mérten nem drága, a tudását tekintve semmiképpen sem. Remélem, semmit nem hagytam ki, hogyha valamit mégis, akkor azt be fogom írni a weboldalon a bejegyzésbe, hogy teljes legyen a kép. Aki ilyen készülékeket szeretne, a legkisebbet, illetve a legnagyobbat már most is meg tudja rendelni a webshopból, illetve a kiegészítő extension cap-et. A középsőt, a Tiny-t, igen, a Tiny-t pedig augusztus végétől lehet majd megrendelni a shopban. Még egyszer mondom, 2 év garanciával. Remélem tudtam segíteni a videóval. Örülök, hogy megnéztétek. Sziasztok!